A karcagi Nagykun Vadásztársaság, a NEFAG ZRT, Karcagváros önkormányzata, valamint a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár a Vadásztársaság fennállásának 150 éves évfordulója alkalmából jubileumi ünnepség sorozatot szervezett, melynek egyik állomása egy kopjafa felavatása volt, mely az elődöknek állít emléket. Az eseményen elsőként nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes köszöntötte a megjelenteket, majd beszédet mondott Huba Imre, a Karcagi Nagykun Vadásztársaság elnöke, és fia Huba Imre, a Jász-Nagykun Szolnokvár megyei közgyűlés elnöke is. Egy területen, egy vadász területen vadászunk, és összefor a NEFAG ZRT vadászterülete a Karcagi Nagykun Vadásztársaság területével, és az apavárai erdészet, ami öregbíti a város hírnevét, nem csak vadgazdálkodási, hanem erdészeti egység is, a térségünk legnagyobb egybefüggő erdészete, és innen is köszönöm azt a szakszerű munkát, amivel a vad megőrzését is, a vad élőhelyét is óvják vezérgazgatóik, hiszen ennek az együttműködésnek hála évtizedek óta rendületlenül komoly trófea és komoly vadállomány jellemzi ezt a részét a városnak, és gyakorlatilag ez az a magja, ez az a bölcsője, akár az őzállományunknak, amely sikeresen pótolja vissza az állományt, ha kell, a területnek azon a részén. Még egyszer köszönöm, hogy mindenki, aki ma jelen van, jó szívvel, jó lélekkel támogatja a vadásztárság vadgazdálkodási tevékenységét, a sportvadászok sportélményeit, az itt eltöltött felejtetetlen vadászati élményeket, és azt kívánom, akár a mai nap eseményeihez, akár a holnapiakhoz, akár az eljövendőben, ha valaki itt van Karcagon, a karcagi vadászok körében, érezze nagyon jól magát, érezze, hogy barátként és kollégaként érkezett ide hozzánk, és a holnapi naphoz, a május 1-i megemlékezéshez pedig tényleg egy nagyon méltó ünnepség sorozatot és egy nagyon méltó ünnepi alkalmat kívánok mindenkinek. Isten hozta vadászokat, üdv a vadásznak, tisztelet a vadnak! A köszöntő beszédeket követően leplezték le a kopjafát, melyet nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes áldott meg. Ezt követően főtiszteletű Verez Zoltán plébános is megszentelte a kopjafát, majd koszorúzásra került sor. Az eseményen lehetőségünk volt beszélgetni Huba Imrével, a Karcagi Nagykun Vadásztársaság elnökével is a 150 éves évforduló kapcsán. A mai napon a Nagykun Vadásztársaság jogelődje a vadászszervezetnek a emlékére, 105 éves évforduló alkalmából emlékezünk elődjeinkre, és ennek szellemében úgy gondoltuk, hogy a legalkalmasabb itt az Alföldön egy kopjafát állítani ereink tiszteletére, becsületére, illetve azokra az emlékekre, azokra az emlék hagyományokra, azokra a ránk hagyott szakmai, emberi magatartásokra, amik itt a nagykunságban előfordultak, itt Karcagvárosban, Karcagváros kun nyelven pusztai lókát jelent magyarul. Ennek szellemébe cselekedtünk, és ez a mai ünnepség ennek a fénypontja, hiszen ezzel emlékezünk az elmúlt 150 esztendőre, a mai napra, és a jövőnknek egy példát mutatóan állítottuk fel ezt a kopjafát, hogy emlékezzenek a 150 éven túli időszakokra is, és minden év május 1-én emlékezzenek, és emlékezés keretében egy koszorúzással emlékezzenek a elődeinkre, és arra a bölcs 150 évre, ami eltelt, amit magunk mögött hagytunk, és örökül hagyták ránk a tisztességet, a becsületet, a természet szeretetet, és az összetartozás elejét, hiszen ma egy ekkora területen ilyen nagy létszámú vadásztársaság csak példaképpen lehet mások előtt. Huba Imre Csaba hozzátette, hogy a kopjafát gyerekkori barátja Cuppál népművész készítette, aki a kunság egyik legeredményesebb fafaragója. Két évszám van rajta, 1874 az elődünknek a alakulási időpontja, annak a alapszabályát akkor fogadták el, tehát akkor alakult a vadásztársaság, és a mostani 150 éves évforduló, tehát 2024, ez a két dátum közötti időszak, ez egy nagyon tartalmas, hasznos, példaértékű valamennyiünk számára, és úgy gondolom, hogy ez a tartalom, ami ebben az intervallumban benne van, valamennyiünket kötelez arra, hogy ennek szellemében cselekedjünk a továbbiakban is.